mi kilógunk a sorból, de az is valószínű, hogy a sorral van a probléma, és nem velünk, akik itt vagyunk. Nem a reklám helye, de én esküszöm az Aloe Verára, meg az ezüst kolloidra, nem leszünk betegek, ha valaki az immunrendszerét erősíti, és ezüst kolloiddal meg minden kórokozót megölünk. Tehát 650 kórokozót megöl az ezüst kolloid, miért kell félnünk bármitől is? Én már 17. alkalommal került megszervezésre az Országos Feng Shui és Ezoterikus Találkozó Fonyódom. A művelődési központban két napon keresztül előadások és kiállítók várták az érdeklődőket. Az esemény a vírushelyzet miatt került májusról októberre. A szervezés nehézségeiről dr. Fausz Teréziával beszélgettünk. Örülök, hogy megértük, mert olyan sok intéznivalóm volt ezzel kapcsolatban, és olyan problémás volt az egész rendezvény, hogy naponta visszamondta valaki, új emberek jelentkeztek, úgyhogy nagyon sok szervezést igényelt ez most. Az 16 nem volt összes ennyi, mint ez az egy, mert ugye az emberek félnek a vírustól, de most tegnap megfogalmazta itt a Csizmadia Klára, hogy aki a vírustól fél, az önmagától fél. A program Hidvégi József, Fonyodváros polgármesterének köszöntőjével indult. Önök mindig pozitív energiát hoznak Fonyodra, és mi ebből élünk évről évre, hogy amit önök idehoznak pozitív energiát, azt mi megpróbáljuk felhasználni, és reméljük, hogy jól használjuk fel. Fonyód egyébként, mondhatnám azt, hogy 17 éve egy jó hely, egyre jobb, egyre népszerűbb és egyre szeretettebb. Úgyhogy örülök, hogy önök is itt vannak, és reméljük, hogy jól érzik magukat a mai napon. És még egyszer köszönöm mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra. Köszönöm, hogy itt vannak. Az esemény díszvendége Szilvási Judit volt. Az első magyar Feng Shui centrum vezetőjét a Feng Shui és az országos találkozó jelentőségéről kérdeztük. A lakásunk, az irodánk, az az életünk tükre. Tehát, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, akkor annak van egy hatása a mi életünkre, tehát sokkal boldogabban és harmonikusabban, nagyobb bőségben tudunk élni, hogyha a környezetünk rendben van. És ez a rendezvény erre világít rá. Továbbá, hogyha valami betegségünk van, és elmegyünk egy orvoshoz, egy természetgyógyászhoz, és az fölír nekünk valamilyen orvoslást, és visszatérünk ugyanabba a lakótérbe, amit nem kezelünk, akkor kevésbé hatékony az az eljárást, amit az orvos kiírt nekünk. Dr. Fausz Terézia külön kiemelte önt a rendezvény kezdete előtt, és azóta már előadása is volt. Röviden miről szólt ez? A tükrökről beszéltem. A tükör, mint a Feng Shui aszpirinje. Nagyon sok jó dolgot tudunk a tükrökkel otthon varázsolni. Egészséget, boldogságot, de ugyanúgy nagyon sok rosszat is tudunk tenni egy-egy tükörrel, hogyha rossz helyre helyezzük el. Ilyen például a hálószobában használt tükrök, hogyha azok nincsenek a megfelelő helyen, vagy rossz helyre tesszük fel őket természetesen, akkor a párkapcsolatunk láthatja kárát annak. A találkozó mindkét napján érdekfeszítő előadások várták az érdeklődőket. A légzés maga az egy sámanisztikus technika. Tehát, hogy amikor a régen nép, egyébként a magyar nép is ehhez a valahoz tartozik, tehát energetikailag mi a sámanisztikus társaságba tartozunk, és maga egy ilyen transz folyamat, az is az, ahhoz hasonló, mint amikor a sámánok ugyanúgy hallgat és énekelnek. Nem tudom, ki volt már ilyen dobolós szeánszó. Okay. Na, ők tudják, hogy amikor az ember így elkezd spontán módon hangot adni, akkor ugye beáll egy ilyen folyamatos légzés. Mert ugye veszed a levegőt, adod a hangot, veszed a levegőt, adod a hangot. És az ugyanaz, mint amit mi a transz légzésben csinálunk, mert hogy a folyamatos légzéskör az egy folyamatos energiakört hoz létre, és az indítja be a dolgokat. Vasárnap délelőtt dr. Tarackközi István védnök a rákgyógyításról és a természetgyógyászat lehetőségeiről beszélt. Tehát már a Woodwick protokollnál észrevették, hogy valamilyen módon ezt a fehérje hiányt pótolni kell. Ez történt, hogy ezért tettek be 100 ml túrót, úgymond a napi kajába, de fontos, a gondolkodáson megjelenik a lenolaj, a darált lenmag, és ugye egy kicsi papaja is mézet hozzátett.
Ugyanezt ismeri fel a taraszközi, aki azt mondja, hogy jó, én veszem a Bryce-féle lépőt kula első részét, mert kell a rugosítás miatt, de utána a narancs és citromleve mellé, most figyelem, egy evőkanál virágpor, ki hallgatta már az előadásomat, hogy mi a virágpor, az hímivarsely, tehát tele van fehérjével. Tehát ne utasítsák el a férjük közeledését. Fonyódi fellépőként Veres Ábel zongorajátéka színesítette a programot. Nagy várakozás előzte meg dr. Faust Terézia előadását, aki az épületek haláláról beszélt a feng shui elvek alapján. Hát az a delta. Fonyódi a környékek. Tudjátok, hogy nekem írta valaki a Facebookon, hogy ez milyen virágzó étterem volt valamikor. Még látjátok, hogy a Trabantok, a Moszkvicsok, a Pupos Volkswagen, meg egy kicsit. Tehát élet volt itt a környezetében, nem tudom, hányas években lehetett, de 81 előtt, az biztos. De hogy egy virágzó étterem volt, kerthelyiséggel, élőzenével, éjszakai bárral, ott fönn volt a bár, bisztró, minden, tehát hogy nagyon jól működött, és a centrumban van, tehát a főtéren. Hát ennél jobb hely nem lehet, nem? De nem működik. Tehát az biztos, hogy 81 óta nem működik, amióta én itt vagyok. Ugyanis begerendázták az egész épületet, tehát milliókat költöttek rá, hogy belül begerendázzák az éttermet, mindent, a bejárati ajtót, tehát minden tiszta gerenda. A gerenda az egy annyira negatív hatás, hogy csak meghalni lehet alatta. Annyira leviszi az energiaszintet, és ez a modern építészet divatja, hogy begerendázunk mindent sok pénzért. A hétvége során irisdiagnosztika, aurafotózás, jóslás, számmisztika, állapotfelmérések és grafológia is a kínálatban szerepelt.